hattyúfűszeget. Hankis Elemér a fekete hattyú szimbólumával próbálta meg szemünkben reprezentálni azt, hogy mi kreatívak is az emberek. Mi főszegi kollégáimmal, munkatársaimmal, barátaimmal igyekszünk kreativitásunkat megmutatni itt a Hankis műhelyben. Bokányi Anna és Becsei Márton a Hankis archívú rendszerezésén és dokumentálásán dolgozott. Becsei Márton írását én fogom felolvasni. Márton írása. Ezer arcú mappák. Reggelente a Ferencvárosban ébredve egy percig nem éreztem fáradtnak magam, nem éreztem fárasztónak, hogy Solymárig utazok. Nem dolgozni mentem, hanem kincset keresni. Vagy még keresni sem, csak találni. Hűvös völgyön kávéztam egyet, amíg a buszra vártam. Később a hegyoldal fárasztó emelkedői vártak rám. De két dolog szinte azonnal kárpótolt, az egyik az évszaktól független, csodálatos kilátás volt a hegyek látványa. A másik pedig Jenny hangja. Elemér, a továbbiakban engedjék meg, hogy csak keresztnevén említsem Hankis Elemért. Persze nem tiszteletlenségből, sokkal inkább személyesség miatt. Szóval Elemér kutyája az első naptól kezdve barátként kezelt. Jenny nem ugatott, nem vonyított. Kezdetben kicsit zavarban voltam, hogy idegenként betolakodom mások otthonába, de Zétényi Lili az első naptól kezdve bizalmába fogadott, és mégis, miután Solymári útjaim rutinná váltak, még akkor is, az utolsó napig is igazi megtiszteltetésnek éreztem, hogy az otthonukban dolgozhatok, és hétről hétre ott ülhetek Elemér jegyzetei között. Nem akarom elidegenítő tisztelettel megkérdőjelezhetetlennek nyilvánítani Elemér gondolatait, életművét. Egyrészt azért, mert a kézzel írott és kézzel áthúzott mondatok, a félregépelt szavak és elütött betűk aurája nem engedi, hogy oda helyezzem. Másrészt meg hogyan gondolhatnék megkérdőjelezhetetlenként valakire, aki folyamatosan kérdez? A jegyzetei kérdeznek engem, magát, a világot, bárkit. De visszatérve az otthon szerepére és arra, hogy miért jogos mégis a megtiszteltetés? Elemér így írta le. Az én házam az én univerzumom. Az, hogy az én házamból látom a világot, és a világ nem lát engem, már-már isteni helyzet és hatalom. És ebben a millióben volt nekem egy ideig részem és feladatom. Határozatlan idejű szerződéssel és egy sajátos nézőponttal. A jegyzeteket a kommentárokkal ellátott szakirodalmak tömegét, televíziós mussörtelveket, lapszélre firkantott idézeteket, forgatókönyv ötleteket, kiadott és kiadatlan gondolatokat olvasva és rendszerezve, Elemér meglátásai voltak számomra a dioptriák, amelyeken keresztül a saját szememmel ugyan, de élesebben kezdtem látni. Sokat tanultam Elemértől, életre szóló dolgokat, ami szintén határozatlan idejű, gondolom most. Napközben cigarettaszünetet tartottam. Jenny kijött velem az udvarra. Futott le a kapui körbe-körbe, a kerítés mellett majd visszafelém. Aztán minden alkalommal majdnem fellökött, ahogy nekem bújt. Saját súlyával nem volt tisztában, pont ugyanúgy, mint Elemér egy-egy gondolatának vagy mondatának a súlyával. Igazi kaland kezdődött minden egyes új iratkötettel, és igazán emberi kaland. Először kicsomóztam a spárga csomót, amivel szorosan össze volt fogva a papírhalom, majd azt bogoztam ki, hogy ezek éppen melyik témához, melyik könyvhöz kapcsolódó jegyzetek. Nekiláttam a válogatásnak, külön gyűjtöttem a személyes leveleket, a félretett repülőjegyeket, és a mappa közepén az angol és magyar nyelvű kézzel és géppel írott jegyzetek és a szakirodalmak sokasága között egy gondosan lezárt borítékot is találtam. Rajta egy szó, levelek. Óvatosan kinyitottam, majd percekig nevettem. Néha az élet csak pontosan az, ami. A borítékban levelek voltak, préselt fa levelek, gondosan lezárva 6 darab. Ha Elemére gondolok, akivel személyesen sohasem találkoztattam, ha a könyveire gondolok, ha a jegyzetekre, a kéziratokra, ha a szalmakalapjára, ami a pincében egy polcon pihent. Ha mindezekre gondolok, akkor a játszó gyerek mély áhítatát és békességét érzem.
és azt, hogy Elemérnek ebben biztosan igaza volt. Érdemes volna nekünk is gyakrabban belemenni ebbe a mintha játékba. Érdemes volna azt játszanunk, hogy nem félünk, hogy szabadok vagyunk, hogy felelősségteljes polgárok vagyunk, hogy megbízunk egymásban, hogy tudunk segíteni a rászorulókon, hogy fel tudunk építeni egy jobb világot, hogy halandók vagyunk, hogy örökké élünk, hogy játék az élet, hogy nem játék az élet, hogy van értelme az ember életének. Hálás vagyok a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének, hogy megbíztak Elemér kéziratainak gondozásával, hálás Zétényi Lilinek a segítőkészségéért és bizalmáért, és persze Elemérnek a sok-sok kérdőjelért, amiket elültetett a gondolataimban és hétköznapjaimban. Az intézet logójára nézve. 9 pontot csak úgy lehet összekötni 4 egyenes vonallal a tollunk felemelése nélkül, ha úgy játszunk, mintha nem is lennének határok. Vecsei Márton írása. Végtelen hálás vagyok a intézetnek, hogy megszervezték ezt a 2 napot, mert valahogy az volt az érzésem, és gondolom másoknak is az az érzése, hogy Hankis Elemér nem halt meg, velünk van, bennünk él. És amikor a délelőtt prezentációit hallottam, kicsit el is szomorodtam, mert tulajdonképpen már mindent elmondtak, amit én el tudnék mondani. Úgyhogy ilyen értelembe véve csak olyan leszek, mint az árnyék, ami a fényt követi. Ugye azt találtam ki, hogy a Hankis Elemér tulajdonképpen ennek a századnak a gyermeke, jó lehet, egy olyan században élt, amit hát többen megismertek saját életükből, és tudják jól, hogy nem a legkellemesebb évszázada volt az emberiségnek. Lehet, hogy a legrövidebb volt, ahogy Hobsban jellemezte, de fájdalomban, szenvedésben valószínűleg a leggazdagabbak közé tartozott. De nem erről akarnék beszélni, hanem tulajdonképpen ismétlem azt, amit már a polgármester is mondott, hogy a szellemiségét legalábbis én úgy éreztem, ez az állandó keresés, tévelgés, kóborlás jellemezte, amit ez az idézet is tulajdonképpen jól szemléltet. Hogy csak a végét olvasom el, hogy az élet és az ezerféle lehetőség dzsungele a számára kiáratoknak a sokféleségét, a kedvenc szavával élve alternatíváit tárta föl. És mindezt csak azért tette, hogy végül is ne jusson ki oda, ahova nagyon sokan kijutunk, ha akarjuk, ha nem, arra a bizonyos homokos vizes síkságra, ahol már nincs remény, és Elemért ilyen értelemben véve azt hiszem, hogy halála után is az élteti, ami bennünket éltet, hogy reményt tudott adni, és ez a remény bennünk él, és remélem, hogy tovább tudjuk adni majd gyermekeinknek. Én határozottan sümegi álláspontján vagyok, hogy Elemért nem lehet elszakítani az irodalomtól. Persze ikonoklasztikus módon volt ő irodalomtudós, nem maradt benne abba a skatujába, amit egy irodalomtudósnak kötelezően be kell töltenie. Számára az irodalom megértése volt egyfelől az alapvető feladat, de ezt soha nem szakította el az irodalom megértetéséről. És amit próbálok majd csak pusztán fölvillantani, és azért osztottam ki az egyik legcsodálatosabb verselemzéséhez az alapanyagot, T.S. Eliot Marina című versét, mert ő megfejtésre vállalkozott. Tehát számára az irodalom az mindig egy rejtvény volt, de egy olyan rejtvény volt, aminek a megfejtése az bennünk van, olvasókban. Tehát egy sajátos kommunikációs hidat hozott létre a alkotó és a befogadó között, amelynek a középpontjában ugye a műalkotás volt, de a műalkotás nem önmagában, hanem csak ebben a funkciójában létezett. És hát, mint strukturalista, és itt kihúzta a gyufát a kor kanonizált irodalomtudósaival szemben, mint strukturalista, mestere volt a rétegre bontásnak. Annak idején, amikor egyetemista voltam, én magam is alkalmaztam ezt a módszert, Dostojevszkijnek az egyik nem nagyon ismert kisregényét bontottam szét 50 rétegre, és hát a professzorom teljesen el volt képedve, hogy voltam képes ezt megtenni, és hát a Hank is inspirált rá, és végül is nem jártam rosszul, mert díjat is nyertem vele. A rétegek bontásnak a lényege, hogy egyik réteget a másik réteg segítségével tudsz értelmezni, és mész fölfele ezen a hermeneutikai piramison.
akkor a visszafele olvasás, tehát hogy az eredményből próbálom megfejteni a kezdeteket, ez is a kedvenc módszere volt, és az igazi nagy truváj, ami ugye minden irodalom megértésnek a lényege, és később ezt alkalmazta társadalmi, majd később antropológiai problémák megoldásában is, hogy a kimondottal és a kimondatlannal tudott játszani, erre többen céloztak már délelőtt, hogy ennek volt a mester a kimondott és a kimondatlannak az egysége, és hát hol másutt valósul meg ez az egység, mint az életben, és az életnek és az irodalomnak ilyen értelemben véve volt a kiinduló pontja, mint irodalomtudósnak. És akkor itt van ez a Marina című vers, amit kiosztottam, és majd ha lesz szabad időtök, akkor javaslom, hogy próbáljátok megfejteni, mert ez egy rejtjelezett üzenet. És ugye a Elemér, aztán később is, de már itt a vers elemzés kapcsán is, a heideggeri semmiből indult ki, hogy a semmiből bontakozik ki az, amiről mi azt hiszük, hogy van, de aztán a semmiben is megy vissza. És ez az oszcilláció a lét és a nem lét között, ez adja hát a műveknek is a lényegét, és nekünk is a lényegünket, akik a művekben próbáljuk megkeresni saját magunkat, akik a találkozást keresik, a költő és a találkozást keresik a másikkal, a mű által közvetítve. Ez a bizonyosság, amely egyszerre születik és elenyészik. Ez is egy kedvenc elemzési technikája volt. És mindez kifutott oda, és ez a késői Jankis életművének a kulcsa, ez a bizonyos komplex, bizonytalan, homályos világ, amiben ugye csak tévelyegni tudunk, amiről csak keresni tudunk, ami az izgalmakat kínálja, azt a bizonyos dzsungelszerűséget, amit az elején ennek a hozzászólásnak próbáltam említeni. És hát ezzel a komplexitással, bizonytalansággal, homályossággal, ezzel szembesít bennünket az irodalom, ez a vers különösen. Ahogy írja, ez egy fantasztikus idézet, a különös lüktetés, hullámzás, ahogy valami kibontakozik a semmiből, egyre inkább megvilágosodik, de közben újra és újra visszasüllyed az ismeretlenbe, a bizonytalanba, a megfoghatatlanba. A kibontakozás és elenyészés, e különös lüktetése, dinamizmusa a vers minden szintjén, és jóformán minden mozanatában megfigyelhető. Így bontakozik ki és homályosodik el, és bontakozik ki a költőben az újjászületés élménye. Így az olvasóban a vers sokszorosan elrejtett értelme. Tehát itt valóban egy villózásról van szó, mint a csillagszóró játéka, mert felvillan egy pillanatra látni tudjuk, aztán az egész eltűnik. De aztán kezdődik az új csillagszórás. Most a irodalomtudós az indulás, de mint mondtam, olyan erős lehetett, mint irodalomtudósban az életnek a csábítása, az életnek a vonzása, illetve az életnek a keresése az irodalomban, hogy ez nyilvánvalóan, ha akarta, ha nem, ez a társam elemzése irányába terelte a figyelmét, és volt már egy előadásom, ahol őt, mint szociológust méltattam, és ott fogalmaztam meg, hogy az ő attitűdjét, és Attila ilyen szempontból, amit mondott, a sok szempontból hasonlít ahhoz, amit én akartam volna mondani, de én még korábban ötvös elé helyezném a forrást, és a Széchenyibe határoznám meg. Széchenyiben jelölném ki azt a anchor pointot, ahonnan voltak éppen Jankis Elemért meg lehet érteni, mint társamtudóst, mert Széchenyi és utána mindazok, akikről Pók Attila is beszélt, tulajdonképpen abban a kettőségben éltek, amit úgy nevezek itt ebben a szlájdon, hogy a Zein és a Zollen héja násza. Tehát, hogy egyszerre van egy lét, és egyszerre van egy kellés, egy lehetőség. És ennek a kettőnek a szorításában, ennek a kettőnek a hát tulajdonképpen hol folytogató, hol reménykeltő szorításában, de mégiscsak nászról van szó, kell megkeresnünk mindig az életünknek az értelmét. Tehát ugyanazt a megfejtési, ugyanazt a rejtvényfejtést kell alkalmaznunk az élet jelenségeivel kapcsolatban, mint amit ő alkalmazott az irodalom művei alapján. Ugye ezek a kettőségek, amelyekről Szabó Máté is beszélt, szerintem itt az egyik legfontosabb kettőség, amely mind a mai napig rajtunk van, és feltétlenül rajtunk is marad, ez a keletnek és a nyugatnak ez a szorítása. Bármit is jelent a kelet, és bármit is jelent a nyugat, mert nyilván ezek elképzelt égtájak. A nyugaton is van kelet, és keleten is van nyugat. De mint ideál típus érték szempontjából ennek a kettőnek a szorítása az óhatatlanul átvérzi a Zeynek és a Zollennek a kettőségét. Ugye szó volt az értékekről, az értékkutatásról,
Én ebben látom, tehát ha valaha lesz majd egy magyar szociológia történet, akkor Hank is valószínűleg Varga Károly, Várinné Szilágyi Ibolya mellett, de mindenképpen, mint értékszociológus fog bekerülni a magyar szociológia kánonába. És ezek a kulcsszavak, amelyeket én, mint társadalomtudósnak alapvető felfedezéseként, és mind a mai napig további felfedezésekre szoruló témáiként tartom nyilván, az egyik a magyar individualizmus. Ez is egy régi téma, ugyanúgy Széchenyire megy vissza, mint az Ellen és az Orlen. Ez a sajátos sem nem versenyzés, sem nem együttműködés. Ez az a fajta öröm, amit az ember akkor érez, amikor a másiknak rosszul megy. Ez egy ilyen negatív individualizmus. Ez egy olyan átok, vagy csapda, talán jobban szeretné ezt a szót, amit valamilyen módon épp őrse keresjük, épp a megoldást, hát talán megtaláljuk. A társadalmi csapdáknak a sorozata, amit leírt, ugye a játékelméletből deriválta a hősök, hiányzó hősök csapdáját, a hiányzó közösségek csapdáját, a bizalom hiányának csapdáját, és itt az a, ugye az a reform nemzedék, amiről beszéltünk, ugye annak meghatározó alakja volt Kornai János, és biztos, hogy a Kornainak ez a hiányról szóló korszakos műve, ez befolyásolta Elemért, amikor ezt a sajátos hiány leltárt megalkotta. És hát mindenben a kettőség, a kettős társadalom, erről már volt szó ma délelőtt. Ugye arról talán kevés, illetve a Feri beszélt erről a bevezetőben, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a Hankisnál ez a fajta oszcilláció a lét és a lehető között, ez gyakorlatot is jelentett. Tehát ő komolyan gondolta azt, hogy amit meg lehet változtatni, az meg kell változtatni, és meg kell próbálni változtatni. És ilyen szempontból, amikor ő új reformkort hirdettett, akkor azt nagyon komolyan gondolta. És ez egy olyan örökség, amit fel kell tudjunk vállalni, és folytatnunk kell. Ez volt ugye a Találjuk ki Magyarországot, Találjuk ki Közép-Európát, amiről Zsolt majd fog beszélni, mint kezdeményezésről. Ő ilyen szempontból elsődleges forrásként szolgál arra vonatkozóan, hogy Elemér mit mondott és mit akart. Amit én ezt hozzá tudok tenni a magam oldaláról, vagy a szociológia oldaláról, hogy Hank is tulajdonképpen az erőt vette észre. Ezt ugye ma úgy hívják, hogy crowdsourcing, a sokasságban lévő erő. Amikor az együttes akarat, az együttes szándék, az sokkal, de sokkal többet jelent, mint a puszta egymáshoz adód. Ez egy szinergiája az erőknek, és ez az, amit az új reformkor hasznosíthat itt Magyarországon, de valószínűleg Európában is. Ez az, ami hiányzik. Ez a közös akarat, az közös célban történő szándékegység. És a párbeszéd, ez nagyon fontos, ez kommunikációs technológiája volt, erről is sokat beszéltek ma, hogy kérdezett Hank is, de mindig úgy kérdezett, hogy tulajdonképpen mikor az ember válaszolt, akkor a szemén keresztül tudta kontrollálni azt, amit mondott. Tehát folyamatos dialógusra kényszerített. És ez a dialógus, ez tart így a halálon túl is, most is, nem egymással dialógusban vagyunk, mint ahogy vele dialógusban vagyunk. És az utolsó dolog, amit ebben az új reformkorban én nagyon fontosnak tartok, és hát ez egy feladat, hogy hát nincs demokrácia, hogy nincsenek benne demokraták. Ezt sose felejtem el, amikor mondta, nyilvánosan is mondta, privát közlésekben is mondta, hogy hát nincs demokrácia, hogyha nincsenek benne demokraták. Mint hogy kapitalizmus sincsen, hogyha nincsenek benne kapitalisták. És ilyen értelemben véve ez nekünk egy feladatunk, hogy neveljük egymást, és neveljük gyerekeinket, hogy demokraták legyenek. És az utolsó korszaka, ez a legérdekesebb korszak bizonyos szempontból, mert ugye ez az, ami a 21. században átível maximálisan. Ezt is többek érintették, a filozófus Hank is, aki belenézett a világ kaotikus állapotába, és ebben a kaotikus állapotában kereste a rendet. Vitány Iván erről a bevezető, amit Feri olvasott fel, erről nagyon szépen és méltóképpen emlékezett meg. Ahogy az egész korszakot, amiben élünk, bizonytalanság korának, sőt egyik könyvét is így nevezte el, jellemezte, amiben hát nem tudjuk megkeresni, esetleg utólag talán ki tudjuk hámozni, hogy mi volt benne a szorszerű és mi a véletlen. De ennek a kettőnek a együttesében, megint kettőségről van szó, kell önmagunkat megtalálni és megkeresni a másikban a másikat. És mindez a befejezetlenség. Tehát az ember attól ember, hogy nem befejezett. Az evolúciónak ilyen értelemben nincs vége, sem az egyének esetében, sem a nemünk esetében. De ugyanakkor a kockázat, amit utol, épp
erről is szó volt itt Kőszegen utolsó karácsony esti beszédében olyan hangsúlyosan kiemelt, hogy mi van, ha az értelmet elveszítjük, akkor az üresség és a sötétség borul ránk. És ebben az ürességben és ebben a sötétségben kell megkeresni a csillagokat, amelyek visszaadhatják az értelmet, vagy új értelmeket kell keresni. Mert, és ez a legutolsó írás, amiről már hónap lesz szó, kéziratban maradt, ugye felvetette a kvantummechanika társadalmi jelenségekre való alkalmazása kapcsán, és itten tulajdonképpen visszanyúlt a heideggeri értelmevet kezdetekig, a 2600 év előtti filozófusokig, Anaximandrosz társaira, akik ugye belenéztek az Apeironnak ebbe a határtalan, parttalan, megszámálhatatlan kozmikus végtelenségnek az arcába, és csak saját magukat látták viszont. Tehát lehet, hogy az emberre süket és vak univerzum az azáltal lesz, hogy mi látjuk. Mert ha nem látjuk, akkor ez nincsen. Legalábbis vetette föl ezt a kérdést. Szó volt itt az analóg gondolkodásról, és a szimbolikus gondolkodásról, és ebben az utolsó írásában egészen explicit elemér arra vonatkozóan, hogy nincs okság, csak az van, amit mi gondolunk okság címen. És amit tulajdonképpen ez a világ számunkra mond, az azáltal válik hallhatóvá, és azáltal válik láthatóvá, hogy Isten látja. És itt hagyott ránk kérdéseket, és ezekkel a kérdésekkel akarnék én magam is elbúcsúzni, legalábbis ennek a prezentációnak a korlátai között. Ezek Isten kérdések, és nem kellemes kérdések ezekkel szembenézni. Isten hol, milyen határok közt, vagy határok nélkül létezik? Léte teljesen kitölti a mit is? Az űrt, a semmit? Miből teremtette a világot? A semmiből? Az üres mélységekből? Valami őstengerből? Mik azok a rejtélyes vizek, amelyek fölötte teremtő Isten lelke lebegett? Ő teremtette önmagát? És ha igen, miért? Miért jobb, fontosabb ez a lét, mint az előtte volt nem létezés, a semmi a nem lét? Ezek nagyon jellegzetesen hangkisféle kérdések. Ezeket a kérdéseket tette föl a Marina című vers kapcsán is. A Marina esetében láttuk az alkotót, a T.S. Eliot. Itt nem tudjuk, hogy ki az alkotó. Nagy a gyanúm, hogy mi magunk vagyunk az alkotók. Tehát ezek a kérdések, ezek önmagunkhoz intézendő kérdések. És ilyen szempontból az Isten az bennünk van. Köszönöm a figyelmet. Verset mond József Attilát. És minden beszédnek megvan a dallama. Én az ő versmondásának a dallamát zeneileg lekottáztam, és tulajdonképpen hát elemér így módon énekel. Nem tudom, ki szokta hallani énekelni. Én még annak sem lennék ellenére, hogy miközben ezt meghallgatjuk, ezeket a lámpákat a lekapcsolom, legalább a felét. Jó? Egyes csönd. Történetek, tréfák, emlékek, elképzelések, amelyek próbálnak egyfajta zenei jelleggel összeállni valami egészé, valami egymásnak felelő gondolatokká és dallamokká. Nem tudom, érhető ez. Csak egy befejezetlen ember lehet szabad. Csellengek, játszom. Elment, aztán meghalt. Sohasem tudta meg, hogy ő volt Rembó. Önök tudják, hogy önök kik és kik lesznek az emlékezetben. Jó volna ezt megalapozni. Fésülködj! Ne hadarj! Húzd ki magad!
elalszik, időn terem, már csak a te óriás nagy szemed néz rám, végtelen. Nem nagyon szeretem a determinizmust. Az új keresése mindannyiunknak a jellemzője itt ebben az intézetben és ebben a pincében mostan. Én olyan dolgokról álmodom, amelyek sohasem léteztek, és azt kérdem, miért nem? Ha még nem unják. Még egy-kettő, aztán abba hagyom. Hogy lehetséges, hogy mi megértjük azt, ami ezer milliótól nagyobb és rejtelmesebb, mint mi vagyunk. Ha itt vannak, még nem tudom. És már is abba hagyom. Egy pillanat türelmet kérek, kihagyok egy-egy párat, hogy tovább mehessünk. Egy kérdésem van, nem tudom, mire válaszolnánk, hogyha van időnk beszélgetni róla. Nevetette valaha Mózes és Jézus? Miért nem nevettek? Megtanultuk-e jobban ebben a 68 hónapban a saját szakmánkat? Jobban játszunk-e a hangszerünkkel ma, mint ezelőtt 68 hónappal játszottunk? Bármilyen hangszeren könnyű játszani, mindössze annyit kell tenned, hogy a megfelelő időben leütöd a megfelelő billentyűt. A többi már a hangszer dolga. Hogy van, kedveském? És kedves lelkem, mi tetszett a beszédben ennyire? Hát az, hogy Mezopotámia. Én tudtam rosszul gépelni, és leírtam, hogy Nietzsche, és rosszul írtam le. Húha, saját magam. Igen, ilyen bizonytalan az ember ebben a végtelen univerzumban, mint ez a zene is. Megpróbál a szépséggel, a harmóniával, a diszharmóniával körülvenni magát, hogy megvédje magát ebben az üres univerzumban, és ez hol sikerül, hol nem sikerül.
Föltennék néhány kérdést. Tudjuk-e, hogy merre vagyunk? Hogy merre megyünk? Megtettük-e azt, amit megtehettünk? Volt-e bátorságotok valami igazán újat felfedezni? Utolsó kérdésem van, már nem kell tovább unatkoznotok. Az így hangzik, hogy hiszek abban, hogy még a jövőtökben, életetekben felfedeztek majd egy igazi titkot, egy igazi igazságot. Nem például Nobel Prize, Nobel díjat érő igazságot, de valami igazi, nagy, fontos felfedezést tesztek-e majd még az életbe. Most egy kis zenét hallgat még azért. Porszem mászik gyenge harmaton, lukas nadrágom kézzel takarom. A kis kanász réva öleli át, kővé varázsolt tarka malacát. Zöld füst az ég, és lassan elpirul, csönges, a csöngés tompa tóra hull. Jeges üvegbe tejfehér virág, elvált levélen lebeg a világ. Köszönöm, viszontlátásra! Szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást a kiadó és a magam nevében is. Már egyszer két évvel ezelőtt jártam itt egy hasonló rendezvényen, és remélhetőleg jövök is még. A kiadó igazgatója Szász Zsolt lelkemre kötötte, hogy az ő nevében is üdvözöljem a megjelenteket, és tolmácsoljam a résztvevőknek jó kívánságait. Egy kicsit messzebbről, távolabbról kezdem, de ígérem, hogy gyorsan el fogjuk jutni Hankis Eleméhez, és az egész nem lesz túl hosszú. Tehát az a messzi távol, az a bölcsészkari büfé valamikor a 80-as évek elején. És akkoriban mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy egy olyan közegben éltünk, ahol a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a büfében olyan dolgokról beszélgetünk, hogy te olvastad tegnap előtt megjelent Mozgó Világban ezt és ezt a cikket, vagy láttad-e már Hankis Elemérnek a frissen megjelent akkoriban, 82-ben Diagnózisok című könyvét. Mi az, hogy láttam, meg is vettem, hiszen 21 forintért, gyorsulóidőről beszélek, gyorsulóidő sorozat, 21 forintért még egy csóró egyetemistának is lehetősége volt arra, hogy villámgyorsan beszerezze, és 2-3 nap múlva már a társaival erről beszélgethessen. Na most innen csatolok ugye a mi kiadványainkra, és most csak az életműsorozatnak a legutolsó kötetét hoztam el, hát nyilván sokan ismerik, csak azért, aki nem, annak mutatom, hogy szerintünk egy méltó, külalakú produktum ez. És a szomorú a dologban természetesen az, hogy hát az ára az messze nem 21 forint, viszont az életműsorozat ebben az új köntösben annyival jobb, mint a korábbi, annak idején megjelent egyes kötetek, hogy,
újabb és újabb kontrollszerkesztésen mentek keresztül ezek a könyvek, részben még, amikor elkezdtük, akkor még Hankis Elemérrel egyeztetve, azóta pedig igyekezve minden esetleges apró bakit javítani benne. Tehát ezek a könyvek most reményeink szerint közel állnak a tökéleteshez, bár tudjuk, tökéletes könyv nincs. A másik, ami ehhez hozzátartozik, hogy az életműsorozat, amely most gyakorlatilag negyedik éve működik, 2015-ben kezdtük el, és az ütemezése az úgy volt alapvetően, hogy évi két kötetet adunk ki. Ezt nagyjából tartottuk is, mert idén fog megjelenni a hetedik kötet. És terveink szerint ez folytatódik a következő években is ugyanilyen ritmusban. És az életműsorozat mellett a jövő évben egy különleges projektbe is belevágunk. Pontosabban idén vágunk bele, de a jövő évben lesz ennek produktuma. Készülni fog egy Hankis Elemér emlékkönyv, amelyben Hankis Elemér kollégái, barátai, családtagjai, tudóstársai, ismerősei sokan fognak különböző tanulmányokat, illetve emlékezéseket írni, és terveink szerint ez a kötet Hankis Elemér születésének 90. évfordulójára fog megjelenni, tehát jövő májusban. Ennek a készülő kötetnek magyar és külföldi szerzői is lesznek, és reményeink szerint ezzel sikerül egy újabb szintet lépni, most ilyen kiadói marketingről beszélek, talán sikerül egy újabb szintet lépni Hankis Elemér piacosításában, és most ugye nyilván nem értik félre, amit mondok, nem az a lényeg, hogy mi sokat keressünk, mármint mi Helikon kiadó sokat keressünk Helikonként Hankis Elemér könyveivel, hanem a piacosítást olyan értelemben, hogy minél több emberhez eljuttatni. Mert egyfelől igaz, hogy a könyvpiac az fokozatosan és lassan bővül, az éves forgalom az folyamatosan nő, de még mindig nem érte el a válság előtti szintet, ami azt jelzi, hogy bizonyos értelemben még mindig nem tartunk ott, mint 2007-ben. Tehát amikor példányszámokról beszélünk, és mondjuk összehasonlítjuk a 80-as, 90-es években, vagy inkább hangsúlyosan inkább a 80-as években megjelent Hankis művek példányszámát a maiakkal, hát akkor elég elszomorító a helyzet. Ugyanakkor a mai viszonyok között a Hankis sorozat sikeresnek tekinthető. Nem az a nagy üzlet, mint hogyha Holdfény Honoluluban című szerelmes regényeket adnánk ki, de a kiadó számára ez mindenképpen egy olyan értékválasztás, amely tükrözi azt a szándékunkat, hogy Hankis Elemér gondolatait, műveit folyamatosan piacon tartsuk, és folyamatosan elérhetővé tegyük az újabb és újabb generációk számára. Ennek a folyamatos elérhetőségnek jegyében, és azért mondom, hogy bizonyos megszorításokkal, de mégiscsak sikernek nevezhető a sorozat, hiszen néhány kötetét már utánnyomtuk, és ezt mindannyiszor meg fogjuk tenni, amikor egy-egy könyv mondjuk kifogy a könyvesboltokból. Amúgy Hankis Elemér minden tekintetben egy kincses bánya a könyvkiadók számára, hiszen olyan sokrétű az ő munkássága, itt a korábbiakban már többen utaltak rá, hogy mi mindennel foglalkozott, és milyen tudományterületeken vannak jelentős művei. Tehát gyakorlatilag bármit kiadhatunk, biztos, hogy lesz rá egy bizonyos olvasó réteg, amelyik kíváncsi ezekre a művekre és gondolatokra. Tehát nekünk elsőrendű feladatunk, hogy ezt a lehetőséget biztosítsuk az olvasóknak. A Hankis művekkel kapcsolatban egy gondolat még eszembe jutott a jelenlegi fogadtatásával kapcsolatban, hogy mostanában az ÉS-ben vagy bizonyos internetes blogokon hétről hétre olvashatunk különböző idézeteket Ady Endrétől, Babitstól, Gróf Bethlen Istvántól, és ezek kapcsán rendre megállapíthatjuk, hogy hát Magyarország ma ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint 100 vagy 70 évvel ezelőtt. És hogy milyen döbbenetes, hogy tisztánlátó emberek milyen
frappáns módon fogalmazták meg akkoriban, így többek között a felsoroltak, azokat a jelenségeket, amikkel ugye szembesülünk. Na most én, mint a sorozat szerkesztője, rendszeresen szembesülök azzal, hogy Atya Világ, Hankis Elemér, mintha tegnap előtt írta volna le ezeket a sorokat, és egy kicsit furcsának is találtam, hogy eleddig még nem találkoztam ezzel a fajta, mondjuk az és páratlan oldalon egy-egy ilyen Hankis idézettel, amit most éppen innen a diagnózisok hátlapjáról szeretnék felolvasni önöknek. A diagnózisok első kiadás, hogy 82-ben jelent meg, de most vonatkoztassunk el ettől, és hallgassuk meg, hogy mit ír Hankis Elemér. Az anyagi és nem anyagi javak társadalmi elosztását nálunk törvények és szigorú rendeletek szabályozzák, de azok, akik az elosztó hálózatban kulcspozícióhoz jutnak, nem egyszer kisajátítják-e funkciót, mint egy sajátjuknak tekintik az elosztandó javakat, kegyúrként vagy jóságos atyaként, keresztapaként osztják el azok között, akik ezért cserébe jobbágyi alázatot kínálnak cserébe. Szintén egy idézet egy másik könyv hátlapjáról, ami szemlélteti, nem tudom, lehet, hogy mások is megtalálták ezt, és esetleg már idézték is, ami szintén szemlélteti Hankis Elemér gondolkodásának irányultságát. Azt mondta egy interjúban, hogy egyetlen ágyúval szét lehet lőni egy ország egész gondolkodó társadalmát, de másfelől egy jó gondolat időnként felér egy hadsereggel. Nos, azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás volt jellemző Hankis Elemér egész életére, tehát az örökös jobbítani akarás, az örökös próbálkozás, nem véletlenül mondta, javasolta nekünk, hogy találjuk ki Magyarországot, találjuk ki Közép-Európát, és természetesen ő úgy gondolta, hogy találjuk ki az ország jövőjét, és teremtsük is meg. És mindezt ugye Európában képzelte el. Hát ehhez kérem már csak a sorozat kapcsán, hogy lesz a közeljövőben majd a Helikon kiadónak is olyan kötete, amelyben Hankis Elemér és más szerzők írásai szerepelnek. Ennek az egyeztetése még folyamatban van, hiszen Hankis Eleméren annak idején le tudtunk szerződni, és akkor van egy sorozattervünk, most az olyan munkáival kapcsolatban, amelyeket másokkal közösen írt, nyilván élő és nem élő szerzőkről is szó van, ott még picit bonyodalmas a kérdés, hogy lesz, de terveink szerint ezek a művek is szerepelni fognak majd a sorozatban. Én körülbelül ennyit kívántam elmondani, köszönöm a figyelmüket.